Köszöntöm nézőinket! Vendégünk a stúdióban Csámpai Attila, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is üdvözlöm, illetve a ti nézőket is. Itt vagyunk az év közepén, és túl vagyunk egy nagyon nagy 40 fokos hőségen. Érezhetjük már nem csak gondolkodunk róla, hogy a globális felmelegedés az nem kopogtat az ajtón, hanem páros lábbal berúgta azt. Tulajdonképpen áradások, tűzgyújtási tilalom és a legkülönbözőbb dolgok mi ilyenkor a katasztrófavédelemnek az első számú legnagyobb kihívása? Igen, a nyári időszakban általában a legtöbb beavatkozás, hogy a szabadtéri tűzesetek helyszínei hozzák. Ugye ezt mi is tapasztaltuk, hogy évek óta tényleg valóban emelkedik az átlag hőmérséklet, emiatt egyre több a szabadtéri tűzeseteknél a beavatkozásoknak a száma. Ugye az emberek néha gondatlanul viselkednek, kidobnak egy égő parázsló cigarettacsiket, nem is gondolnak bele, hogy nagy szárazság miatt akár ez komoly tüzeket is tud okozni. Jellemzőek általában a főutak mellett gyulladnak ki ezek a füves területek, és bizony nagyon sokszor erdősávokra, vagy akár erdőkre is átérhetnek ezek a lángok. Mi ezzel küzdünk évek óta, mindig felhívjuk a figyelmet, főleg a tavaszi időszakban, nyári időszakban, és látjuk, hogy emelkedik a hőmérséklet, főleg akkor, amikor a hőségriasztás is van érvényben, hogy tényleg szigorúan tilos tüzet gyújtani, vagy éppen tüzet okozni. Az lenne a legjobb, hogy az emberek figyelnének, és nem hagynák figyelmen kívül ezeket a szabályokat, és tényleg betartanának, és picit odafigyelnének környezetükre, önmagukra, és szerintem akkor lehetne csökkenteni az ilyen jellegű tűzeseteknek a számát. Nem csak a kirándulókra, hanem az otthon grillezőkre is vonatkoznak a tűzgyújtási szabályok. Ezeket is hallgassuk most meg. Így van, ugye a tűzgyújtási tilalom az arról szól, hogy fásítás és annak 200 méteres körzetében szigorúan tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Ha valakinek ide esik a 200 méteres körzetében a telke, weekend háza, vagy éppen a lakóháza, akkor természetesen őre is vonatkozik ez a szabály, tehát kerten belül is itt ebben az esetben szigorúan tilos tüzet gyújtani. Azonban, hogyha a 200 méteres körzeten kívül van, az nem azt jelenti, hogy az udvarban ő nem bográcsozhat, vagy éppen nem süthet egy finom szalonnát, megteheti. Azonban gondoskodni kell a tűzoltás alkalmas eszközökkel. Legyen ez egy vödör víz, akár egy kerti slagot oda készítve, vagy egy kerti szerszám. Ez azért fontos, hogy említettük tényleg nagy a szárazság, elég, ha egy szél felkap egy parazsat. És nem biztos, hogy nálunk, lehet, hogy a szomszédházban lehet, hogy 10-100 méterre, 50 méterre arrébb fog tüzet is okozni, vagy éppen gondot okozni, hát ezért kell nekünk gondoskodni a tűzoltás alkalmas eszközzel. Ha látnánk, hogy elterjed a tűz, akkor azonnal el tudjuk oltani, meg tudjuk akadályozni a tűz továbbterjedését. Hogyan találják meg az emberek ezeket a szabályokat csokorba szedve? Általában ugye a katasztrófavédelem honlapján maga tűzgyújtási tilalomról mindig szó esik, tehát mindig kihirdetjük, illetve megjelenítjük. Ott minden alapvető szabályokat leírjuk, hogy mire vonatkozik, pontosan hogy a 200 méteres körzetben, illetve otthon bográcsozhat vagy nem, illetve hogyha igen, akkor milyen feltételekkel. Itt a térségben mennyire fegyelmezettek az emberek? Mi azt tapasztaltuk, hogy itt a környéken azért olyan nagy kirívó események szerencsére nincsenek. Azonban itt is előfordulnak szabadtéri tüzek, hiszen a legtöbb, itt is sajnos ugye ebből volt a legtöbb beavatkozás, szerencsére lakóháztüzeknek csökkenő tendenciát mutat, mi ennek nagyon örülünk, hiszen azt gondolom, hogy ez a szám azt mutatja, hogy talán az emberek picit odafigyelnek, ha más nem, akkor a saját környezetükre, és talán ezzel vissza tudjuk szorítani a lakástüzeknek a számát. Ugye az elektromos tüzekről még nem beszéltünk, ezek csak a parázsas tüzek. Elektromos tüzet hogyan tudunk észlelni, mi történik, hogyha mondjuk nem vagyunk otthon? Sajnos ugye elektromos tüzek nyáron is gyakran előfordulnak, hiszen a klímaberendezések, különböző hűtőberendezések működnek, és azon lakóházak, ahol mondjuk korábban nem volt felülvizsgálva, és rákötötték a klímaberendezést, vagy éppen túl vannak terhelve ezek a vezetékek, bizony előfordulhatnak tűzesetek. És nagyon sok esetben van az, hogy otthonról elmegy a tulajdonos, nincs otthon, és bizony kapja a telefont, hogy kigyulladt a klíma, kigyulladt a lakás, hiszen túl volt terhelve a vezeték. Mindenféleképpen mi azt szoktuk kérni, és azt javasoljuk. Bárki tervez mondjuk akár egy klímaberendezésnek a beüzemeltetését, villamos szakemberrel át kell vizsgáltatni, felül kell vizsgálni az épületet. Mindenféleképpen 10 évente amúgy is meg kell vizsgálni ezeket a hálózatot, hiszen
a használ, intenzív használat során előfordulhatnak, főleg a kötéseknél különböző meghibásodások, ami később tűzre vonatkozik, vagy tűz fordulhatnak elő. Nagyon fontos alapvető szabály, ha elmegyünk otthonról, a konnektorból azokat az eszközöket, amit nem használunk, mindig húzzunk ki, főleg telefontöltő, vagy egyéb olyan töltőberendezéseket. Erre volt a konkrét példák, hogy sajnos benn maradt, felmelegedett, tüzet okozott, és mire megérkezett a tulajdonos, addigra már komplett lakás ég. Tehát ez egy kis odafigyeléssel megelőzhetek, és valóban meg lehet akadályozni az ilyen jellegű tűzeseteket. Hát akkor én most nagyon szomorúan érzem magam, mert én körülbelül 6-8-10 helyen mindenféle töltőt ott hagyok, ami egyrészt fogyaszt is nyilván, úgy tudom, másrészt pedig akkor ez veszélyes. Hát a jó ezt is tudni. Eszembe jut, amikor nem elég, hogy ilyen hőség van, hanem még tűzesetet is kell menteniük a tűzoltóknak. Hogy bírják ebben a 40 fokban? Igen, szigorú szabályok vannak a tűzoltás során, milyen védőfelszereléseket kell hordani a tűzoltónak. Sajnos ugye hiába van 40 fok, akkor is a tűzoltóknak a megfelelő védőeszközben kell beavatkozni. Gondoljunk bele, mondjuk egy lakástűznél, ott különböző anyagok égnek, nem csak építőanyagok, hanem egyéb más veszélyes gázok, gőzök is keletkezhetnek, hiszen azért gondoljunk bele, az építőanyagok során már most azért sokkal több műanyag és egyéb termékek kerültek be, ennek égése során bizony keletkezhetnek mérgező gázok. Tehát megfelelő védőeszközzel kell, akár a lehullás ellen védekezni, legyen ez a védősisakka, vagy maga a védőruházat, a hő elleni védekezés. Természetesen olyan jellegű az esemény, hogy mondjuk már utómunkálatok, mi ezt már úgy hívjuk, amikor már el van oltva, és mondjuk átszellőztetését, átvizsgálása az épületnek, hogy engedélyezi esetleg a parancsnok a könnyítést, az azt jelenti, hogy leveszi a védőkabátot, azonban a nadrág csizma maradt, hiszen azért még a földön előfordulhatnak olyan tárgyak, amivel belelépve különböző balesetet okozhat. Tehát ennek a megfelelő szabályoknak a betartásával dolgozhatnak a tűzoltók, természetesen megfelelő védőitallal, hiszen megfelelő vízmennyiséget azt pótolni kell. Azért azt tudni kell, hogy ilyen tűzoltás során több liter vizet elveszt az ember, hiszen kiizzad és egyéb más módon távozik az emberi szervezetből. Tehát nagyon fontos maga az ásványanyagnak a visszapótlása, illetve a víznek a pótlása. Mindjárt rátérünk a vizekre, de addig még hadd kérdezzem meg, hogy az állomány milyen nagyságú most, és megfelelő-e, van-e még felvétel, keresnek-e új embereket, működik-e az óvodáskorban tűzoltó leszek s katona vágy felnőtt korra? Igen, szerencsére működik, hiszen elég sokan jelentkeztek most tűzoltónak, ami nagyon örülünk, hiszen felvételt hirdettünk, illetve még most is hirdetjük, ha van kedve valakinek, nagyon szívesen várjuk a csapatunkban, bár most tényleg megfelelő a létszámmal dolgozunk, és tényleg nagyon sok fiatal jelentkezett a tűzoltóknak, hiszen ez egy nagyszerű csapatban tartozás, az egy szerintem egy nagyon nagy dolog, illetve maga a munka az egy izgalmas tényleg kihívásokkal teli, és én azt gondolom, aki egyszer megtapasztalja az életmentést, és ennek a fortélet, én azt gondolom, hogy erről nem szívesen mondaná le, és nagyon szívesen marad itt a csapatban, kötelékben, és bizony egy nagy családnak a tagja lesz, és így dolgozik tovább. Tehát várjuk a fiatalokat, aki szereti az izgalmat, és szereti a kihívásokat, annak itt a helye. Életmentésről volt szó. Itt van a környezetünkben, akkor térjünk át a vízre. A Duna, a tavak veszélyesek. Mit kell tudnunk róluk? Milyen szabályokat kell betartanunk, hogyha fürdőzni akarunk, vagy akár bármilyen sporteszközön használni akarjuk ezeket a tavakat? Így van, minden víznek megvannak a maga veszélye, és ennek így is kell hozzáállni. Tehát általában ugye azt kell betartani, azt az alapvető szabályt, ahol ki van írva, szigorúan tilos fürödni, az nem véletlen. Tehát ott valóban fürödni tilos, mert megvannak az okai, főleg mondjuk a bányatavaknál. Ugye a bányatavaknak az a jellemző, hogy hirtelen mélyül, hirtelen hőmérsékletfesztéssel jár, tehát nagyon gyorsan lecsökken ott a hőmérséklet, és bizony egy jó úszó is akár komoly bajba kerülhet. A Dunánál szintén ugyanaz a helyzet, gyors folyású, különböző sodrásokkal, és azt gondolja, aki valaki mondjuk a edzőteremben vagy a különböző úszodába edzette magát, és azt gondolja, hogy a Duna nem okozhat neki problémát, bizony okozhat meglepetést, és valóban vannak olyan szakaszok, ahol szigorúan tilos a Dunának a szakaszán fürödni, ezt be kell tartani. Illetve a szokásos alapvető szabályok, hogy tiszta állapotban, tehát nem alkoholos befolyásoltság alatt, illetve nem fáradtan, kipihenten, és egyéb más szabályok betartásával lehet csak fürödni. És ugye itt is szeretném megkérdezni az utolsó
fél év, egy év, vagy akár egy kicsivel több idő tapasztalatait, mennyire fegyelmezettek az emberek? Milyen esetek fordultak elő a közelmúltban? Igen, szerencsére idén, én legalábbis tudomásom szerint itt a környéken nem történt vízi baleset, hogy azonban tavalyi év, illetve előtte lévő év nem múlt el, hogy ne történt volna bármilyen tragédia itt a környező vizeken, tehát ezért be kell tartani a szabályokat. Remélem, hogy ez a nyár úgy fog elmúlni, hogy valóban azt tudom majd mondani esetleg, ha jövök legközelebb, hogy nem történt vízi baleset, és akkor békességben eltelt a nyár. Mi szeretnénk, hogy így legyen, és tényleg akkor azt jelenti, hogy az emberek odafigyeltek önmagukra. És akkor még a nagyon gyors folyású és gyors esésű, függőleges vízről, a viharokról is beszéljünk. Szentendrén volt egy olyan vihar itt néhány héttel ezelőtt, hogy csak kapkodtuk a fejünket a kertben. Mekkora károkat okoz ez a vihar? Igen, sajnos mi is azt tapasztaljuk, hogy most már egyes területeken lokálisan, akár csak mondjuk egy-egy településre csapnak le a vihar. Így volt itt nem régen, hiszen június végén itt a környező településeken lokálisan csapott le a vihar. Több mint 40 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, csak innen Szentendréről. Legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak, leszakadt villanyvezetékek okoztak gondot és problémát. Hát vonultak a tűzoltók és számolták fel az eseményeket címről címre. Nagyméretű fák, leszakadt ágak valóban kerítésre, úttestre, buszmegállóra, háztetőkre, garázsokra szakadtak. Ezt kellett az egységeknek eltávolítani. Hát akkor az csupán szerencse volt, hogy emberi sérülés, ha jól tudom, nem történt. Szerencsére nem történt, így van. Mire kell vigyázni? Hogy lehet megelőzni egy olyan jégesőt, ami aztán tarolja az egész kertet, meg az ott lévő tárgyakat, akár emberekre, autókat tönkretesz? Tehát mit lehet csinálni? Hogyan lehet egy jégeső ellen védekezni? Igen, nagyon nehéz. Mi azt szoktuk javasolni, hogy mindenféleképpen figyeljék az előrejelzéseket. Ugye a met.hu-nak, illetve a katasztrófavédelemnek a vész alkalmazása nagyon pontosan jelzi már azt, hogy az elkövetkező időszakban vihar várható. Ugye különböző fokozatok vannak, citrom, narancsárga és a piros riasztások vannak ilyenkor érvényben, és ha már látjuk, hogy citromba fordul az időjárás, tehát az előrejelzés, akkor érdemes felkészülni. Tehát gondolok én arra, hogy ha az udvaron van olyan tárgy, amit mondjuk a szél felkaphat, kerti bútor, asztal, napernyő, stb. Ezeket pakoljuk el, zárjuk be, nézzük meg a zsalugátereket, az ablakokat, ajtókat, megfelelően rögzítve vannak-e, be vannak-e zárva, hogy a szél ne tudja mondjuk kifeszíteni vagy felfújni. Éppen mondjuk, ha az autó ott van az udvaron, és látjuk azt az előjelzést, hogy viharváltó, akkor legalább, ha tudunk, akkor álljunk be fedett helyre, ha nem, akkor van pléddel, pokróccal, egyéb takaró eszközzel próbáljuk letakarni, és ezzel is minimálisra csökkenti annak a veszélyét, ha jégkár okozta a veszélyt. Egyéb mást egyelőre nem tettünk, és vihart követően pedig az a feladatunk, hogyha elment a vihar, hogy átnézzük, hogy okozott-e gondot, mondjuk egy letört faággal találkozunk, akkor ezt el kell távolítani, vagy ha mondjuk veszélyesen megdőlt egy fa, azt ki kell vágatni, hiszen tudjuk jól, hogy a következő viharnál ez biztos, hogy még nagyobb problémát fog okozni. Amikor ilyen hirtelen csap le a vihar egy adott térségre, akkor nyilván egyszerre kap nagyon sok bejelentést a katasztrófavédelem. Mennyit kell várni? Mire számítson az az ember, akinek nagyon akut problémája van? Mondjuk elöntötte a víz a pincéjét, vagy bármi ilyesmi. Igen, mindenkinek a saját problémája a legfontosabb, és mindenki, ugye, amikor ég a ház, akkor szokták a legjobban kiabálni, ezt tudjuk nagyon jó. Ilyenkor tényleg tömegesen érkeznek a jelzések, tehát folyamatosan érkeznek a segélykérő hívások. Ilyenkor a katasztrófavédelem mindig mérlegel. Tehát elsődleges feladatunk az, hogyha úgy kapjuk a jelzést, hogy személysérülés történt, akkor az a prioritást élvez természetesen. Közintézmény, nagy tömegeket befogadó intézmények természetesen prioritást élveznek. És ezt követően jönnek azok az események, amit későbbiekben tudunk felszámolni. Ilyenkor mindig azt szoktuk kérni, hogy pici türelmet kérünk, hiszen egyszerre mindenhova egy időben nem tudunk menni. Ahogy végeznek a egyik helyszínen, biztos, hogy fognak menni. Tehát előbb-utóbb úgyis oda fognak érkezni az egységek, és ha kell, akkor fognak segíteni. Nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy mire érkeznek már a tűzoltó egységek, már az ottani lakók felszámolták, akár eltávolították a faágat, vagy éppen mondjuk a vizet kiszivattyúzták. Amivel nincsen semmi probléma, mi örülünk neki. Egyetlen dolgot szoktunk kérni ilyenkor, jelezzék számunkra, hogy megtörtént, és akkor nem vonultatjuk oda az egységet, akkor ez a következő cím, annyival előrébb vagyunk, tehát annyival előbb ér oda segítség, ha tudjuk jól, mit tudom, abban az utcában nem kell menni, hiszen ott már megoldódott a probléma.
Igen, nem árt ezt időnként elmondani, mert a nagy mentésben nyilván elfelejtik az emberek, hogy kihívták a tűzoltókat 2 órával korábban. És akkor térjünk rá utolsóként a Budapestet és Szentendrét összekötő csodálatos 11-es útra, ahol amikor forgalom van, akkor szerencsére 50-60-nal lehet menni, viszont amikor nincs, akkor gyorsan mennek az emberek. Az elmúlt időszakban volt-e valami olyan nagy baleset, amiért riasztani kellett a tűzoltókat? Sajnos, hogy ez egy... nem az sajnos, hogy nagy forgalma az út, hanem valóban tényleg nagy forgalmú, hanem az a sajnos, hogy gyakran előfordulnak itt kisebb-nagyobb balesetek. Úgy általában az utoléréses balesetek szoktak jellemzően ezek szoktak lenni. Ilyenkor az van, hogy egy-kettő, esetleg több autó összemegy, és vagy személysüléssel, vagy szerencsére nem személysüléssel járó balesetek általában. Ilyenkor ugye nem minden esetben, de ha kérnek tűzoltó segítséget, akkor ugye a szentendrei tűzoltók mennek, és ugye áramtalanítják, átvizsgálják a járművet. De volt, hogy feszítővágóval kellett valakit kiszabadítani a roncsból, bizony erre oda kell figyelni. Mi azt szoktuk kérni az autósoktól, mindenféleképpen tartsák be a kötelező kreszt szabályokat, és pici odafigyelésén azt gondolom a balesetek számát is lehet csökkenteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, várjuk Önt legközelebb is. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.